Üdvillő módon mindenkinek! Ha megérkeztetek, akkor olvassunk aurákat, ugyanis ez a Rezsipercek plusz 5. része. Egy nagyon-nagyon sovány hetet zártunk idézőjelbe, de csak napelemekből, ugyanis az elmúlt héten ugye az volt a kísérlet tárgya, hogy csökkentsük a napelemek számát, na meg persze a teljesítményét is. Ilyen körülbelül 1,6 kW-nyi napelem maradt a rendszeren, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy még így is dolgozott a rendszer, pedig lerontottam a hatásfokot rendesen, azzal, hogy nem volt rendes munkapontja az MPPT-nek, de azért tette a dolgát, küszködött, természetesen vittem ilyen kis trükköket, csavarokat a dologba, hogy lekapcsoltam a napelemet alól, mintha tél lenne, és ilyenek gyakorlatilag, tehát, hogy ilyen később kapcsoltam fel a napelemet, 2 órakor már lekapcsoltam, és már fogyasztottunk belőle, és mégis túléltünk. De nézzük az óraállásokat. Itt vagyunk. Lássuk ezeket a állásokat. 210,68, 2,2 kW hálózat irányából, tehát nem kellett hálózatra átálljunk. Így néz ki egyébként a munkapontunk, ilyen 220-30 volt között ugrándozik. Ez a napelemből érkező természetesen. Hát ez nem valami jó egyébként. Már ilyenkor, mikor süti a nap, akkor már majd, hogy nem oké. Ilyen 5,3 amper jön belőle és 1,2 kW. Tehát eléggé, hát ramagy, úgy mondanám gyakorlatilag. Ez ennél sokkal jobb is tudna lenni. Na most akkor ilyen, amikor nincsen bekorlátozva, tehát hogy megkapja a fele stringet csak még mindig, de így már akkor 2,3 körül vagyunk, 6,6 amper, és ilyen 350 voltos munkapontot surolgat. Hát kicsit másképpen dolgozik maga az inverter hálózó feszültségünk. Hát egész normális 247-tel ahhoz képest volt, ez már rosszabb is. És akkor most vadul elkezdtünk ugye tölteni. Hát 35 amperrel. Ennyire vad. Ugye 2 string van, az egyik string az meg van csonkítva szegény, a másik string az meg ugye érintetlen volt, csak le volt kapcsolva. Hát most a egészséges string van csak felkapcsolva, tehát el tudnánk érni a 60 amperes töltőáramot minden gond nélkül, ha a másik stringet is visszakötném sorba normálisan. De erre nem most fog sor kerülni, ugyanis most elegendő ez így. Most egyéb dolgom van, de nézzünk grafikonokat egy vágás után. Lássuk akkor, hogy alakultak ezek a grafikonok. Amint azt láthatjuk, jelen pillanatban 100%-ra került az akunk, ugyanis hát régóta nem látott mennyiségű napelemmel szembesült hirtelen. Na de nekünk a lényeg az az, hogy last 7 days. És itt lesz nekünk az igazság. Tehát ugye elég alacsony töltöttségről indultunk múlt hét szerdán, és nem is nagyon sikerült feltöltődni, csak 67%-ig. Következő napra megint csak 50-ig merültünk, töltés nem nagyon volt, úgyhogy maradtunk megint csak 50%-on. Itt valamivel jobb volt a dolog, itt már felmentünk 91,7%-ra, de már süllyedtünk is vissza. 83, következő nap 74,9, 75, 77, 71, itt volt egy pontunk, amikor a szokásosnál jobban beesett, érdekes módon ez mindig visszatérő jelenség. Egy héten belül egyszer van ilyen, hogy mindig valamiért egy kicsit sokkal jobban lesüllyed, mint az átlag. De jelen pillanatban is csak 16,7%-ig süllyed le. Aztán ugye töltődött 67%-ig, és ma reggel volt 55,5%-on. Természetesen, ahogy megkapta a napelemet, mármint a nagyobbik stringet, jó munkaponton 100%-ra is tudott töltődni. Hát ideje is volt már neki. Az áramok tekintetében láthatjuk, hogy ugye ez még a múlt hétre vonatkozott.
a 20 amperes kis korlátunk. Megszüntettem a korlátot, viszont maga a napelem mennyiség az lecsökkent, szóval ilyen 30 amper forma volt. És ráadásul ilyen érdekeset játszottam vele, hogy ilyen 2 óra környékén így elvettem tőle a napelemet egy az egybe, hogy jó, nincs, mert tél van. És ez látható is a grafikonon, hogy másnap reggelig nem is kapott semmi villanyt napelem oldalról. 7 óra környékén kezdett itt valami bejönni. Itt már délben leválasztottam a napelemet, és aznap nem is kapott többet. Itt egész magasra felkúszott, itt nagyon szép volt az időnk, itt még 26 amperes töltőáramot is elértük. Aztán pedig lehirtelen leválasztottam megint a napelemet. 10 óra 25-kor, mint hogyha ilyen hirtelen elbújt volna a nap, és teljesen ködössé vált volna az idő, vagy nem tudom. Itt szimulálni, és a fogyasztás is történt. Aztán késő délután újra kisütött a nap, konkrétan 3 órakor, amikor már alig jön be valami teljesítmény, ez látszott is szépen, hogy hát egy pici löketet adott neki. Úgyhogy ilyen kis játékok voltak technikailag, és látható, hogy azért ma reggel, hát ilyen 8 óra környékén már majdnem elkezdett tölteni, amikor is itt a 8 óra 35 perckor itt volt az, amikor megadtam neki a nagy stringet. Onnantól kezdve ez már termelt rendesen, mert itt már egész magas értékeket, már 51 amperig is felfutott, fel is töltődött teljesen, és hát délre 100%-osan fel is töltődött. Hát azt mondom, hogy egy egész jó kis szimuláció sikerült így nyáron, ahhoz képest, hogy az időjárás az nem hozta volna ezt a formát semmi szín alatt sem, viszont azért az még látszik, hogy a feszültségünk, hogy ment ugye legalacsonyabb feszültségünk egy héten belül, egy cellára vonatkoztatva az 3,189 volt. Összfeszültségben pedig len itt lesz 51,1 volt. Semmi széthangolódás nem történt, természetesen amikor az inverter rángatja, továbbra is megvannak ezek a kis tüskék. Összességében alapvetően innen már lejjebb nincs technikailag, mármint hogy lenne nyilvánvalóan, mert meg lehetne még azt csinálni, hogy mondjuk lefűzök még 2 napelemet a mostani 8 darab napelemből, és akkor ugye elérjük az ilyen 1 kW-os teljesítményt napelem oldalról, viszont a munkapontunk annyira alacsonyra csökkenne, hogy a munkapont miatt nem lenne normális töltése a rendszernek, nem azért, mert kevés maga a teljesítmény. Hát ennek az inverternek szigorúan meg kell adni a munkapontot, különben nem fog jól dolgozni, ez már most is látszik, hogy sokkal rosszabbul dolgozott ezen az alacsonyabb munkaponton, mint a magasabbon. Úgyhogy a kísérletet itt bezárom. Szerintem ezzel az 5 kW napelemmel, ami jelen pillanatban rajta van, illetve hogy most csak a felede, majd visszaállítom az eredeti állapotot, és ezzel az akuval, alapvetően februártól egészen legalább november közepéig minden gond nélkül üzemelne a háztartás, anélkül, hogy figyelgetni kellene bármire, hogy jaj, le ne merüljünk, ne használjál már, várd már meg a napfényt, vagy valami. November közepétől egészen februárig viszont ott már figyelgetni kellene egy kicsit, már abban az esetben, ha nem szeretnénk hálózatból fogyasztani. Tehát nekem így ez jött le ebből a dologból. Hát nem is ragozom tovább, mert túlságosan felesleges is, tehát láthatjuk az eredményeket. Amennyiben tetszett a videó, nyugodtan dobhatsz egy lájkot, és ha még nem tetted, iratkozzál fel a Magad Uram csatornára is. A következő videóig is, na csáá!